Fú, milyen nehéz kérdéseid vannak te. Elküldheted volna, hogy átgondoljam. Én nagyon örültem, hogy nem kérted. Nem akartam, hogy végül is kitartottam. Volt olyan pillanat, amikor úgy voltam vele, hogy abba hagyom a tévézést, mert nem tetszik ez a világ. Ready-ben jó. Okay. Kész vagyok. Sziasztok, Szántó Péter vagyok. Üdvözöllek titeket egy újabb villámkérdésekben. Ha még nem találkoztunk volna, akkor annyit kell tudnotok, hogy ezek fix kérdések, de mély, átütő válaszok. A mai beszélgető partneremmel instán futottam össze, illetve futottam bele az accountjába, ugyanis van egy baromi jó kihívása, mégpedig az, hogy nincs időm olvasni. De nem ez az alapkarrierje. A karrierje Szegeden indult, ahol amúgy tanult is, és nagyon hamar hírolvasó lett. Szegedről felkerült az RTL, nem is az RTL klubhoz, hanem a sportklubhoz, ahol ugyanúgy a híradót vezette, és 6 éve? Hát most lesz 5 éve, májusban. És 5 éve az RTL-nek a híradóját vezeti, a vendégem Szabados Ági. És itt vagyunk az RTL hír stúdiójában, igen. Most ez konkrétan Baló György asztala egyébként, de hogy igen, most lesz 5 éve, igen. Májusban. Van olyan gondolat, amit a gyerekkorodtól magaddal hordozol, akár a családodtól, szülőktől kaptál, és mai napig ott az végigkísér? Én soha nem hallottam őket panaszkodni arra vonatkozóan, hogy menni kell dolgozni. Aki ismeri esetleg a vasutasok életét, az el tudja képzelni, hogy hajnali 2-kor kell menni, meg 3-kor kell menni, tehát hogy nekik nagyon össze-vissza van az életük. Soha egyszer nem mondták azt, hogy... de nincs kedvem most dolgozni, úgy aludnék még. És valószínűleg ezt a munkához való alázatot ezt tőlük hozom, és ezért borzasztóan büszke vagyok, és hálás nekik. Úgyhogy talán ez a legfontosabb. És azt gondolom egyébként, hogy a tévézéshez pont ez az alázat az, ami az egyik legeslegfontosabb. Pedig kevés emberben van benne az alázat, főleg ilyen szakmában. Hát azt gondolom, hogy igen, egyre kevesebb emberben van, mert szerintem egyre kevesebben akarnak igazán beletenni és dolgozni, és kevesen szorgalmasak mindenki. Nézd, influencerek, miről szól az egész, gyakorlatilag mindenki azonnal rengeteg pénzt akar keresni, azt látom az Instagramon, és csak azt a részét látják, hogy akkor posztolok és pénzt keresek. Én egész máshogy élem az életemet ilyen területen, végülis rá lehet vetíteni erre is, hogy az alázat az szerintem arról is szól, hogy te szorgalommal, kitartással, akár egy csomó pofont, úgyhogy megkapsz egy csomó pofont az életed során, azokat is elviseled, de fölállsz belőle, és manapság azt gondolom, hogy így lesznek sztárok emberek, és kimarad ez a része. Mert nem tudnak hosszú távba gondolkozni. Igen, igen, ez fontos. Korodat elmondhatjuk? Persze, 30 éves. 30 éves vagy. Egy szép kerekszám. Egy szép kerekszám, XXX. Ha most találkoznál a 20 éves önmagaddal, mit tanácsolnál neki? De jó kérdés. 20 évesen, most gyorsan gondolkodom, hogy hol is voltam 20 évesen. Felteszem egyetemen, mert gyakornokként dolgozhattál. Igen, akkor már dolgoztam Szegeden a televíziónál. Hát most lehet, hogy nagyon nagyképűen hangzik, de hogy gyakorlatilag semmit nem csinálnék más, hogy megveregetném a vállam, és megsimogatnám, és esetleg amikor olyan pillanatok voltak, ami nehéz volt, mert azért nekem azért voltak kemény pillanatok az életemben, tehát rúgtak ki munkahelyről, mert másnak kellett a hely, volt olyan főnököm, aki pokolá tette az életemet, tehát azért voltak kemény pillanatok a szakmai múltamban az elmúlt 10 évben. Talán csak annyit mondanék, hogy kitartás, mert hogy meg lesz a gyümölcse, és borzasztóan nagy mázlista vagyok, és hálás, és örülök, hogy kitartottam, és eljutottam idáig. Mi volt az a pont, amitől ki tudtál tartani? Talán azért az, hogy kicsit furcsán hangzik, de hogy borzasztó szerencsés is vagyok, és mindig, amikor már az utolsó utáni pillanatban voltam, akkor jött egy lehetőség. Vagy jött egy... a szerencsében? Hát én nagyon. Van az a mondás, hogy angolból szabadon fordítva, hogy én nem leszek szerencsés, hanem én megcsinálom a szerencsémet. Igen, egyébként ez is jól hangzik. Nézd, ez ilyen nagyon összefüggő dolog. Én azt gondolom, hogy az én szakmai pályafutásomat tekintve az elmúlt 10 évet mondjuk, azért tény, hogy a szerencse nagyon benne van. Tehát az, hogy pont akkor kerestek mondjuk híradóst ide az RTL-hez, amikor szökő évente keresnek híradóst, amikor én pont itt dolgoztam a sportklubnál, és meghívtak a castingra, na de ott a másik oldala, hogy viszont ott én voltam a legjobb.
mert hogy engem választottak. Kinyílt, tehát, hogy igen, tehát, hogy valahogy a lehetőségeket észre kell venni, a szerencse mindig szerintem benne van, a szerencse faktor, és nekem ez tényleg így volt Szegeden is, ahol hírolvasó lehettem először. Sok-sok-sok apró összetevő, és nyilván észre kell venni a lehetőséget, de azt gondolom, hogy a szerencse az nagyon benne van. Most említettél néhány pontot, hogyha így vissza kéne nézned, mik voltak a főbb döntési pontjaid, ami által azzá váltál, aki vagy ma? Tehát az első és legfontosabb az például az volt, hogy én nagyon sokáig ingyen dolgoztam az egyetem mellett a Szegedi Televíziónak. Gyakornokként. Egyébként igen, és nekem ez egyáltalán nem volt fura, de azt látom, hogy manapság ezt már nem teszik meg a fiatalok. Én közben vendéglátóztam, tehát egy nagyon, nagyon jó kis világ volt. Ingyen gyakorlat, és közben máshonnan megteremtetted a pénzedet. Így van, pontosan, és ezért tehettem meg azt, hogy igen, hogy ingyen tudtam dolgozni a tévében, és ha már pontot kérdezel, és aztán jött egy lehetőség, hogy a sportklub műsorvezetőt keres, ez fönt volt egyébként a sportklub honlapján, bármilyen furcsán is hangzik, és látod, itt is a szerencse, tehát azt észre kellett venni ezt a hirdetést. De nekem nem te vetted észre. Egyébként nem én vettem észre, nekem szóltak erről a hirdetésről, de hogy valójában imádtam Szegedet, úgy gondoltam, nem sok esélyem van, de aztán megfordult a fejembe, hogy és mi van, ha kiválasztanak valakit, és aztán nézem a tévében, és azt látom, hogy hát így én is meg tudnám csinálni. És azon gondolkoznám. Igen, és utolsó pillanatban gyorsan összedobtam egy kis videót, és nagyon szép emlékeim vannak, és azóta is a szegedi kollégák rendszeresen szólnak, hogy menjek vissza, látogassam meg őket, szóval nagyon jó kis közösség volt, de hát úgy alakult bizonyos okokból, hogy végül is aztán szóltak, hogy más lesz a hírolvasó helyettem, de maradhatok ott. És én akkor mertem úgy dönteni, hogy köszönöm szépen, nem maradok riporterként ott, hanem elmentem újságot írni, elkezdtem az online világot megismerni, és ez is sokat ad nekem ahhoz, hogy már 22-23 évesen online újságíró voltam Szegeden, egy újra alakuló új dologban, ahol nagyon sok mindent meg tudtam tanulni, úgyhogy ezek az apró döntések fontosak, azt gondolom. És mostában döntési pont akár arra, hogy csináltál egy kihívást, ami az olvasást népszerűsíti? Igen, igen, 2 évvel ezelőtt decemberben történt az, hogy gondolkodtam, hogy mi lenne, hogyha ezt a kis hobbimat, hogy én szeretek olvasni, nagy közönség elé tárnám. És olyan menők ezek a kihívások a neten, akkor legyen egy ilyen kihívás, hogy ha már 12 hónap, akkor 12 könyvet olvassunk el. Közben valahol jó, hogy az embereket tudom egy picit motiválni arra, hogy igenis olvassatok, és mindig jön a kérdés, hogy te is olvasol? Persze, magamat motiválom a legjobban ezzel. Láttam azt a képedet, ahol kb. Majdnem olyan magasak voltak a könyvek, igen, amit tavaly elolvastál. Hát remélem, jövőre akkora lesz, mint én. Igen, de nem mész össze, viszont nem menjünk nagyon bele, mert erről készítünk majd egy vlogot, úgyhogy külön az olvasásról majd lesznek, hanem inkább azt kérdeznek, tehát, hogy van-e valami, amit cikinek érzel magadba, vagy furcsa dolgok, amik megtörténnek veled? Hát nekem nagyon nagy részem maradt gyerek, ami furcsa, mert egy híradósként egyáltalán nem ezt látják az emberek. Igen, de a magánéletemben, meg a barátaimmal én nagyon, nekem nagyon, hát sok szempontból infantilis vagyok, de én ezt mondjuk nagyon szeretem, csak hát ehhez megfelelő társaság és partner kell, hogy ezt értékelje, vagy élvezze. De hát én szoktam azért ciki dolgokat csinálni, tehát hogy én simán képes vagyok lenni magam, kijönteni a kávét, nekem a telefonjaim folyamatosan széttörnek, tehát hogy így amúgy elég béna vagyok, tudod, mint a jó barátokban Chandler, a Lyukas Markó, igen, hát én igen. is az vagyok. Úgyhogy ezek mondjuk egy csomó a hétköznapokban apróságok, de ciki dolgok azért történnek velem, de hát én nevetek a legjobban egyébként magamon, úgyhogy ez jut eszembe erről. És olyan, ami mondjuk zavart a múltba, és meg tudtad változtatni? Hát az egyik például, hogy ez megint csak fura híradósként, de hogy én késős vagyok, eléggé. És ezen szerintem tudtam változtatni az utóbbi időben, most már azért igyekszem mindig valahogy úgy csinálni, hogy tényleg akkor fél órával hamarabb indulok, hogy ne késsek el, bár a múltkori találkozásunkról is elkéstem, amikor találkoztunk. Úgyhogy ez még nem teljesen sikerült. De ezt nem akartam elmondani, de most már tudjátok. Legyen őszinte. Szóval, hogy ez az, amit így próbálgatok így javítgatni. Nem tudom, türelmetlen típus is voltam régen jobban. Most már ez is szerintem egy, talán a korral ez is már kevésbé. Meg olyan típus vagyok, akinek most azonnak kell minden. Van valamilyen irányelv, vagy akár idézet, gondolat, ami mentén éled az életed? Például a magánéletről az egyik kedvenc idézetem, ha madarat szeretsz, égbolt légy ne kalitka. Ez például egy Szabó Ti Anna idézet, ami szerintem borzasztóan nehéz úgy élni, de így kellene élni, és ez egy ilyen nagyon erős gondolat. Nekem nem olyan régen volt egy nagyon inspiráló könyv az életem szempontjából, Edith Éva Égértől a Döntés. Egyébként olvasd, de nem olvastad, fantasztikus könyv. A regény utolsó mondata, és ezzel nem spoiler, ezek, hogy drágám, dönthetsz úgy, hogy szabad leszel. És ez például egy erős mondat, és most nem fejteném hosszan ki, de nekem például ez most egy olyan gondolat, ami így a szemem előtt van, az élet akármelyik területére fontos lehet.
aki nem érti, olvasol a könyvet. Van-e valami, amiben megváltozott a nézeted az elmúlt években? Hát mondjuk ebben nagyon, amit most pont mondtam, ez a szabadsághoz való hozzáállás, illetve a próbálj meg úgy élni, hogy égbolt légy, ne kalitka. Mert te nagyon bezártál? Igen. Meg én mondjuk betegesen maximalista vagyok, és mondjuk ebből is próbálok egy kicsikét engedni. Van-e olyan dolog, amit látsz a világban, és hallott tanácsot adnak, osztogatják az emberek, de szerinted egy óriási baromság? Hát, ami elsőként eszembe jut erről, az ugye a környezetvédelemmel kapcsolatos dolgok. De egyébként van még egy ilyen téma, amikor azt mondják nekem, hogy hát nem nézek életet, mert nem érdekel a közélet, meg nem érdekel ez az egész. Tehát a könyörgöm, tehát hogy szerintem nem lehet úgy élni, hogy de legalább híreket olvassunk, tehát annyi hírportál van. Vagy tájékozódjunk, erről beszélgettünk, mert én pont ez a nagy mellényes arcok, aki nem néz híradót. Viszont megvannak azok a források, amiből bejutnak azok, amik szerintem be kell, hogy jussanak információk, akkor is, hogyha mondjuk nem szánok minden nap egy órát erre. Persze, rosszul fogalmaztam, egyébként igen, nem feltétlenül az a baj, hogy híradót nem néz valaki, hanem nem követi, nem tájékozott, így van. És ezt nagyon szomorú dolognak tartom. Megfordítom a kérdést. Van-e olyan dolog, amiben te hiszel, de nehezen tudod bizonyítani? Most mondanám, hogy az olvasással kapcsolatos dolgok, hogy van idő olvasni. Talán ez az egyik, amiben én hiszek, hogy mindenkinek van az a pont, vagy van az a kis időcske, az a kis én idő, ezen divatos kifejezés, amikor igenis lehet idő olvasni, és kell, mert egyébként hatalom is itt van előttünk, és egy csomóan nem ismerik fel, és nem használják. De például eszembe jutott akár egy kicsit, én jobban hiszek az átlagnál a bevonzásban, a gondolateremtő erejében, és egy picit nem mélyültem el annyira durván a spiritualitásban, de én nagyon hiszek egy csomó spirituális dologban, úgyhogy ez is például fontos. Vagy mondjuk egyébként nagyon fontosnak tartom az önfejlesztést, és ez most egy kicsit misszióm, hogy irodalomterapeuta is lettem időközben, és azt gondolom, hogy az egész országra ráférne egy pszichológus, vagy legalábbis egy önismereti óra, és hogy sokszor szembesülök azzal, hogy hülyeségnek tartják, hogy önismeret, meg pszichológus, meg kineziológus, meg hogy egyáltalán minek foglalkozunk magunkkal, és hogy pedig én ebben nagyon hiszek, és borzasztó sokat tud segíteni az élet bármelyik területén, az önismeret, meg az önfejlesztés. Van kedvenc kudarcod? Tehát egy olyan dolog... Kedvenc kudarc? Igen. Hogy lett egy kudarc kedvenc? Mert egy olyan dolog, amit akkor úgy éltél meg, hogy ez borzasztó rossz volt, viszont utólag visszanézve teljesen logikus, sőt kellett is ahhoz, hogy ma ott tartsál. Hát igazából az összes pofon ilyen. Ugye először hírolvasó voltam Szegeden, és imádtam, szerettem, és azt éreztem, hogy ebben jó vagyok, és fejlődök, és egyszer majd az RTL-ben vezetek híradót. Csak egyszer csak behívtak, hogy köszönjük szépen, nem kell többet híreket olvasni, mert hogy van valaki más, aki tízesre idősebb nálad, és egyébként mi jobbnak tartjuk, vagy jobban szeretjük. Az még nagy kudarc volt, viszont nagyon hiszek abban, hogy semmi nem történik ok nélkül, és én nagyon így élem az életemet, jelek, okok, okozatok, figyelgetem, elemezgetem, és nagyon sok olyan helyzet volt, például ez is, amikor nagyon nehéz volt elfogadni, és nagyon fájt, és nagyon nem tartottam igazságosnak, és nekem az igazságtalanság az egyetlen, amiben iszonyatosan föl lehet dühíteni, és borzasztóan ki tudok jönni a sodromból, és nagyon nem tudom elviselni, ha egy igazságtalan szituációba kerülök én, vagy bárki környezetemben. De hát nem tartanék itt valószínűleg, ha akkor nem az van, hogy én váltok, és elkerülök egy másik helyre, onnan pedig eljutok Pestre, szóval amúgy nagyon sok ilyen van. Na ez a kérdés, amit legjobban vártam, hogy megkérdezzek tőled. Van-e olyan könyv, amit a legtöbbet ajándékozol? Hát a legutóbbi időben Márai Igaziát ajándékoztam a legtöbbször el, mert hogy ez egy 2 éve talált meg engem, és számomra ilyen nagyon elementáris erővel bírt. Nem tudom, bocsánat, olvastad-e, de... Ezt tervezem a közös kis kihívásunkra olvasni. Jó, kíváncsi, hogy tetszik. Például tegnap gondolkodtam el rajta, hogy felteszi a kérdést, hogy miért nem tanítják az iskolában a női-férfi kapcsolatot. Tanítunk mindenről, az adózásról, bár arról keveset. De pénzügyi intelligenciát sem, tehát ez is nagyon kellene ide. Milyen jó lenne a kapcsolatról. De ki tanítaná? Hát ez az. Ő azt írja, hogy költők, írók miért nem tanítanak, akik kicsit jobban ismerik a lélektanát a férfinak meg a nőnek. Egyébként érdekes felvetés, mert ha belegondolsz, senki nem tanít meg minket, senki nem készít fel az érzelmi életünkre minket. Nagyon igaz. Én azt mondom, hogy ezért kell olvasni, mert abból egy kicsit fel tudsz készülni, és ez a könyv mondjuk ilyen, amiből egy kicsit fel tudsz készülni. Mi volt eddigi legjobb befektetése az életednek? Legjobb befektetése?
engem kommunikációszakra fizetősre vettek fel először. Az volt életem első nagy kudarca talán. Bár nem, volt előtte is, de az egy hatalmas kudarc volt, erre soha senkinek nem meséltem még. Felvettek, akkor 150 ezer forint volt a tandíj, akkor most össze kéne gyűjteni 150 ezer forintot. Fölhívtam azt a 2-3 főnökömet, akiknek így dolgozgattam, hogy akkor most nekem intenzíven másfél hónap alatt össze kell gyűjteni ennyi pénzt, és végül sikerült, és bár nem volt tendencia, de átvettek fél évkor államira. Mert hogy gyakorlatilag ez volt talán az első befektetés, hogy el tudtam indulni ezen a pályán, és nem azt mondtam, hogy jó, hát én nem megyek, hát nem vettek. Nagyon hasonló volt nekem, és én egyetlen egy szakot jelöltem be, Corvinus, akkor még közgáz, állami közgazdás szak, akkor még 800 embert felvettek, 2 ponttal lemaradtam. Hoppá, és akkor mit csináltál? Pofon, pótfelvételi, ugyanabba az épületbe, teljesen más szakra. Más szak, aha, pótfelvételi. De nem érdekelt, ott vagyok, aztán áttörtem az ajtókat. Tök jó, tök jó. 20 ezer forint alatti legjobb befektetésed? Tudod mi? Nagyon nagy álmom volt, hogy keresek annyi pénzt, hogy el tudjam vinni a szüleimet külföldre, soha nem repültek még. És egyébként pont vicces, hogy a 20 ezerről jut eszembe, de hogy gyakorlatilag most novemberben megtörténhetett, hogy elvihettem őket Rómába, és egyébként 20 ezer forint alatt a befektetés, mert hogy vicc, de hogy bocsánat, 25 ezer forint volt hármunknak a repülőjegy, de hogy akkor nézzük úgy, hogy 20 ezer alatti, mert hogy egy repülőjegy. 100 euró alatt. Igen, akkor 100 euró alatti, és elképesztően nagy élmény volt. Ha foghatnál egy óriás plakátot, és bármit írhatnál rá, bárhova tehetnéd, mit írnál rá, hova helyeznéd? Fú, milyen nehéz kérdéseid vannak te. Elküldheted volna, hogy átgondoljam. Én nagyon örültem, hogy nem kérted. Nem akartam. Tudod, mi ugrott be a Nyugati tér, bazi sokan járnak ott a felüljáró, ott van minden, ott lehetne egy baromi nagy plakát. És hogyha maradnék a stílusomnál, akkor nyilván valami olvasással kapcsolatosat, olvasásra motiválót, de nem ez jutott először eszembe, hanem most az önismeret az, ami nagyon foglalkoztat, és meg a kapcsolatok, tehát hogy tudod mit, azt, hogy őszintén, én most nagyon új időszakot élek az életem szempontjából, akár magánélet, hát leginkább magánélet szempontból, nem akarok nagyon erről beszélni így hosszasan, inkább csak rébuszokba, de hogy én annyira szeretnék úgy élni, hogy tényleg lehessen 100%-osan őszintének lenni. Úgyhogy talán valami ezzel kapcsolatos idézetet az őszintességgel, hogy olyan jó lenne, és annyival könnyebb lenne szerintem az élet, hogyha megpróbálnánk tényleg őszintén élni. Hogy néz ki a napodnak az első 30-60 perc, és van-e benne bármilyen rutin? Az első az mindig az, hogy megyek a kávéfőzőhöz félálomban, tehát hogy nekem úgy indul a napom, ugyan tudom, hogy nem szabad be 4 óra kávézni, de sajnos ezt még nem tudtam megtanulni igazán. Ha mondjuk nagyon nincs dolgom, akkor tuti az van, hogy azért olvasok az aktuális könyvemből egy fél órát, de azért nagyon sokszor úgy van, hogy nekem azért programjaim vannak, és mindig úgy kellek, hogy akkor arra menni kell 9-re, 10-re, bármikorra. E-mailezési trükkök, szokások, és akár ide bele lehet vinni a social médiát, mert ugye kezeled a Facebook csoportot, oldalt, Instagramot, hogy van-e bármilyen trükköd arra, hogy ezt a sok információt kezeld, válaszolj? Fú, nagyon nehéz egyébként, és olyan jó lenne, hogyha szerintem ebből te taníthatnál nekem ötleteket, hogy hogyan kellene ezt rendszereznem. Én borzasztó vagyok ebben, e-mailekre is van, hogy így napok után válaszolok, mert hogy annyira sok minden érkezik. És a csoportban is egyébként azért tudom jól kezelni a dolgokat, mert hogy fantasztikus, lelkes és önzetlen admin társaim vannak, akik tényleg értelmszerűen ingyen és bérmentve, mert gyakorlatilag az egész kihívás, meg az egész olvasás népszerűsítésnek az első szava az ingyen, tehát hogy és nagyon hálás vagyok nekik, hogy segítenek. Úgyhogy nekem erre nem én vagyok a jó ember, aki erre válaszol. Ráadásul én az a típus vagyok, aki kézzel jegyzett el egy csomót, tehát hogy hiába MacBook, meg elektronikus technika, meg telefon, meg minden nálam is, de én nálam jegyzetfüzet van, hogy több is, és megvan, hogy melyikben mit jegyzetelek, és naptáram van, és én kézzel tudom írni, én azt látom át, én akkor tudom, hogy mikor, hova kell mennem, hogyha vizuálisan ott van előttem, nekem valahogy a telefonnal nem. Úgyhogy erre nem én vagyok a legjobb ember, aki ezt megmondja, hogy hogyan rendszerezi az elektronikus életét. Utolsó előtti kérdés, ha minden erőforrás a rendelkezésedre állna, és bármihez kezdhetnél, mit csinálnál? Idén utaznék. Nekem nagyon kimaradt az utazás. Valahogy a karrierem mindig úgy alakult, hogy 20 éves korom elején, amikor nagyon sokan elindultak Erasmushoz, az én mindig éreztem, hogy én nem mehetek ki fél évre ide-oda külföldre, mert hogy engem nem fognak megvárni, és egyébként ez jó döntésnek bizonyult, mert szerintem nem tartanék itt. Rájöttem, nekem mindig az utazás úgy tűnt, hogy wow, horror, hát ez a úristen, utazgat, hát mennyi pénz, és közben tényleg fél évekből ki lehet hozni, lásd Róma a családommal.
Úgyhogy idén ez az egyik fogadalmam, úgyhogy ha bármennyi pénzem lenne, vagy lehetne, akkor biztos, hogy idén van egy listám egyébként, egy ilyen utazós bakancslista. Aha, azt megírtam a kis naptáramba, vagy a kis füzetembe, és azért van rajta egy 10 helyszín, és annyira jó lenne évvégén azt mondani, hogy ebből nagyon sokat ki tudok pipálni. Ki tudtam. Az utolsó kérdés, hogy hol érhetnek el téged az emberek, azt mondd el, kérlek. Egyrészt van egy blogom, szabadoságnes.blog.hu, amit amikor idő engedi, azért kezelgetek ott azért az irodalomterápiáról, a nincs időm olvasni kihívásról, illetve én fontosnak tartom azt, hogy írok könyvekről, amik valamilyen szempontból megszólítanak engem. Nem vagyok kritikus, tehát nem kritikákat írok. Írok véleményt egy könyvről, ami mondjuk adott esetben nekem tetszik, vagy nem tetszik, de többnyire inkább a tetsziket szoktam kiemelni. Másrészt ott az Instagramon, meg a Nincs időm olvasni kihívás Instagramja, vagy a Nincs időm olvasni kihívás Facebook csoportja, ezeket ilyen néven lehet megtalálni, valamint hát a Facebookon is fent vagyok egyébként, de most már egyre kevesebbet használom tényleg. Az Instagramot sokkal jobban szeretem, és áttevődik. Ági, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Jó kérdések voltak, köszi. Nektek nagyon köszönöm, hogy megnéztétek, hogyha itt vagytok, ugye azt jelenti, hogy végigláttátok, és nézzétek meg a vlogot is, hogyha még nem néztétek meg, mert ott jobban belemegyünk a kihívásba, sőt, én is fogok csinálni egy olvasás kihívás, mert nagyon bénán megy a kihívás, illetve a olvasás, ezt elrontottam. Amit nem szeretnék elrontani, az az elköszönés, mégpedig az, hogyha most találkoztunk először, akkor ne felejtsetek el feliratkozni, hogy találkozzunk legközelebb is, a csengőt is nyomjátok meg. Köszi, hogy néztetek, sziasztok! Hello!